Köszöntöm nézőinket! Ez a Bonyhádi Napló a völgység legfontosabb és legértekesebb híreivel. Február 4-től kezdődnek a vízrendezési csapadékvíz elvezetési építési munkák Bonyhádon, a több mint 200 millió forintos beruházással sok éves csapadékvíz elvezetési problémák szűnnek meg a városban. Itt vagyunk most a Perszelmór utcában, és erre a lenti területen az Alkotmány utca, ezzel párhuzamos, és lent a Mikes utca, és a kettőt összekötő kis utca az Attila utca. Tehát itt a Mikes utcában a 36-os, 38-as házszám előtt lesz egy lezárás, és az Alkotmány utcában ott pedig van egy üres telek a 4-es házszámú, tehát a 2-es és 6-os házszámú ingatlanok között lesz a lezárás. Kozma Anikó, a Bonyhádi Önkormányzat műszaki osztályának vezetője a csapadékvíz elvezetési munkák miatti útlezárásokat mutatja. Közel 230 millió forintból oldják meg Bonyhádon a nagy esőzések alkalmával évek óta gondot okozó lezúduló csapadékmennyiség elvezetését. December 4-én átadtuk a munkaterületet a kivitelezőnek, és ezzel megkezdődött Bonyhádon a csapadékvíz elvezetés infrastruktúrális fejlesztésünk, melynek eredményeképpen a jövő héten kezdődnek a konkrét munkálatok itt az utcán. Tulajdonképpen a városnak a dél-keleti területe, ami egy elég nagy vízgyűjtő terület, ennek a csapadékvizét hivatott ez az új csapadékvízelvezető rendszer levinni egészen a Völcsék patakig. A kivitelezés keretében egy zárt csapadékvízelvezető rendszer épül, itt láthatjuk is az 1 méter átmérőjű csőelemeket, amelyek kerülnek beépítésre. Itt a Perccel utcától kezdődik a vezetékrendszernek a lefektetése, és ez csatlakozik be egészen a Völcsék patakig. Ott előtte van egy szakaszunk, ami egy meglévő csapadékvízelvezető rendszer nyíltárkos, az is felújításra fog kerülni. A munkák miatt félpályás lezárásokra, elterelésre számíthatnak majd az autósok. Február 4-től két héten keresztül lesz egy útlezárás, amikor is elkezdik a bontási munkálatokat. Az Alkotmány utcában bontanak föl egy rövid szakaszt, illetve a Mikes utcában egy rövid szakaszt. Ezek ilyen feltárás jellegűek, ahol megállapítják, hogy pontosan hol lesz az fenékszint, hol haladnak a közművek. Amikor ezzel elkészültek, utána vissza fogják ezt temetni, és tömörítik, zúzott köves terítést kap. Erre a kivitelezés további tervezése miatt van szükség. A Mikes utcában részleges útlezárás lesz, félpályás útlezárás lesz, amit a kivitelező kitábláz. Az Attila utca az ugyanúgy zsákutca marad, és az Attila utcából az Alkotmány utca felé nem lehet majd behajtani. Az Alkotmány utca pedig zsákutcává fog válni, és a Vasvári Pár utca felől lehet majd csak bemenni. A kapubejárókat nem fogja érinteni ez a feltárás, tehát mindenki tudja használni a kapubejáróját, autóval kibe tudnak menni. És a kivitelező elmondása szerint ez egy 4-5 napos történet, de azért egy kéthetes időintervallumot adott meg, hogy az időjárás függvényébe tudják ütemezni a munkákat. Az önkormányzat honlapján az útlezárásokról minden információt megtalálni. Most pedig megyünk tovább, a föld felett követjük az 1 méter átmérőjű betoncsövek föld alatti útját. Így jutottunk el a Mikes utcába. Eddig fog zárt rendszerűen lejönni a csapadékvízelvezető rendszer, több mint 300 méter hosszban, és innen egy meglévő nyíltárkos csapadékvízelvezető rendszerünk van, ami pedig felújításra kerül, ez olyan 650 méter körüli hosszú. Ez egy minőségi változást fog hozni, hiszen a megváltozott klíma, éghajlat, valamint az építési szokások miatt, mivel egyre több burkolt felület van, hogyha hirtelen lezúduló eső van, akkor nagyon gyakran elöntötte a csapadékvíz a Dr. Kolta és Perccel utca kereszteződésében lévő ingatlanokat, valamint itt lent az Attila utca alján Mikes utcában lévő ingatlanokat is, és ezzel a beruházással ez a megnövekedett csapadékmennyiség, amit ilyenkor lejön, nagyobb biztonsággal levezetésre kerül, mivel nagyobb keresztmetszetű csővezetékek lesznek beépítve. És nem állunk meg itt, hanem itt már gondolatban ugyan, de követjük tovább a vízútját. Hova vezet ez az állók? Ez egészen a Völcsékpatakig vezet, a 6-os út alatti átvezetést követően a Völcsékpatakba kerül. Illetve ezzel a beruházással egy záportározóba, ahol, hogyha túl magas a vízállás, akkor a záportározóba kerül a csapadékvíz, majd amikor csökken a Völcségi patak vízszintje, akkor kerül visszavezetésre az esővíz a patakba.
A csapadékvíz rendezés keretében tehát a már meglévő sankoló vízgyűjtőt megnagyobbítják, amihez csatlakozik majd egy új záportározó. Ennek a kivételi munkálatai folyamatban vannak. Ha a sankolótól megtelik, egy billenő műtárgy biztosítja majd, hogy a víz a csatlakozó záportározóba folyjon. Gulyás Péter pedagógus edzőt, a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola tanárát a 2017-18-as tanévben nyújtott versenyfelkészítői tevékenysége elismeréseként jutalmazták. Kollégái, barátai és a város vezetésének elismerése és gratulációi mellett mi most munka közben az iskola uszodájában látogattuk meg a kiemelkedő munkát végző pedagógust, hogy kicsit közelebbről megismerjük azt, akinek a jó híre egészen a fővárosig elért már. A feleségem is egyből megragadott, a feleségem szépsége is, és a völcség szépsége is, mert ő utána jöttem ide Bonyhádra, de azóta se bántam meg, szívesen élek itt ebbe a kisvárosban. Álljál oda, úgy fejedet lehajtod, és csak a szertár felőli jobb kezeddel. Egy hétköznapi úszásoktatáson látogattuk meg Gulyás Péter Boros Dezső Díjas testnevelő tanár edzőt, aki a napokban vehette át Budapesten a tanév legeredményesebb diákolimpia testnevelője díjat. A napi rutinok és a napi hajtások közben mindig jól esik egy pillanatra megállni és visszaemlékezni. Ugye ez a két alkalom is erre adott lehetőséget, hogy az ember csinálja, hajtja verseny után, és ilyenkor megáll egy gondolatra, hogy tulajdonképpen miért is. És elvégeztem egy ilyen számvetést magamban, hogy mennyi mindent csináltam. Hát a számok maguk is beszélnek. Ugye az úszást az A kategóriára, a versenysportra osztották 2004-ben a Magyar Diáksportszövetség, és a B kategóriára az amatőr úszókra. És ebben a két kategóriában az elmúlt 30 év alatt 9 A kategóriás dobogós helyezést értünk el, és a B kategóriában pedig többször is összeszámoltam, 61-szer álltak a tanítványaim a dobogó valamely fokán, és a röplabdában is utána néztem, hogy főleg ott amatőr szinten csináltuk eddig, tehát ez egy ilyen iskolai kis diáksportegyesület. Az amatőr sportban első, második, harmadik helyet is szereztünk, míg nem tavaly, illetve most hetedikesek ezek a lányok, a röplabdások, és amikor másodikosok voltak, olyan öntudattal jelentkeztek röplabdázni, hogy rögtön fölfigyeltem a tehetségükre, és nem elszórtan van egy-egy tehetség, hanem ez egy korosztályt illetően volt ez a lelkesedés, ami találkozott egy szorgalommal és egy olyan szülői gárdával, akik ezt támogatták, ezt a röplabdasportot. És az 5-6 év alatt olyan bravúros sikereket értünk el ezekkel a lányokkal, hogy amire tavaly tudtuk föltenni a pontot, olyan egyesületeket a korosztályos bajnokságon, amit Szegeden rendeztek, és a Budapesti Röplabda Akadémia mögött, meg a Nyíregyházi Röplabda Akadémia mögött, ezek a lányok a Vasast, ugye a Vasas sem egy kis név, bármelyik sportágat is említjük, a Vasas lányait vertük meg, és így lettünk a korosztályban az országosan a legjobb harmadikak. Ezt a lányok tovább tudták tetézni, illetve közösen, a szülőkkel együtt, mert egy ilyen sporteredményhez a szülői háttér nagyon fontos, hogy az országos elődöntőn házigazdaként fogadtuk a Kaposvári, szintén nagy betűvel mondom, hogy a Kaposvári Röplabda Akadémiát, és 0-2-ről fordítottunk meg, 3-2-re nyert a Széchenyi István Általános Iskola csapata. Nagyon nagy buzdítás volt, szinte az egész iskola itt volt lent szurkolni nekünk, és ezzel az elsőséggel kiérdemeltük azt, hogy Bonyhádon először országos döntőn, 8-as döntőn vegyen részt egy röplabda csapat. És a lányok elhivatottságát, felkészültségét, rátermettségét bizonyítja, hogy negyedikek tudtunk lenni a 8 fős erős mezőnyben,
és ha még azt is elmondom, hogy a Nyíregyházáról két iskola lőtt, és ők lettek az első kettő, és a Békés Csaba lett a harmadik, úgyhogy a legeredményesebb Bonyhád harmadik városként mi lettünk a negyedikek. De az, aki jártas a sportágban, az tudja, hogy a Nyíregyháza és a Békés Csaba az milyen fellegvára a magyar röplabda sportnak, így az utánpótlás képzésnek, és ezek mögött, a csapatok mögött tudtunk mi a negyedikek lenni, úgyhogy minden elismerésem most is a lányoké és a szülőké. Gulyás Péterrel stílusosan a rajtkövön ülve beszélgetünk, bár a pedagógus szakmai pályáját inkább a célba érések jellemzik, amik persze nem valósulhatnának meg az új kihívások megugrásával. Mi most a kezdetekig megyünk vissza a tanár úrral. Miskolcon születtem, és ott is jártam a középiskolát is, és utána kerültem el Budapestre a testnevelési egyetemre, és onnan már egy év kihagyással, egy évre visszamentem Miskolcra dolgozni, de utána 89-től már itt dolgozom az uszodában. Pont akkor, amikor áprilisában, 89 áprilisában átadták az uszodát, akkor én itt tudtam kezdeni a katonaság után, februárban szereltem, és áprilisban itt kezdtem az első tanévemet a uszodában. Friss pályakezdő pedagógusként az én feladatom volt az, hogy itt az iskolai úszásoktatást megszervezzem, órarendjét kialakítsam. Későbbiekben a Bősze István igazgató úrral indítottunk egy úszó osztályt, és annak a felvételi rendszerét, a osztályzás rendszerét, a tanmenetét, azt mind én dolgoztam ki, és az én feladatom volt ezt megszervezni. Illetve amikor ide érkeztem, akkor a Percelmór DSE-hez csatlakoztam, ahol labdarúgás és kosárlabda csoportok működtek, és adódott a lehetőség, hogy akkor egy Percelmór DSE úszó csoportot is nyissunk. A sport magánemberként sem hiányozhat a testnevelő edző életéből, hiszen egy igazi pedagógus saját tetteivel mutat példát. Nagyon sok órán van, úgyhogy a héten minden vagy 7-kor fejezem be itt az edzést, vagy 7:30-kor, és utána, hát most otthoni sportolásra adtam a fejem, most ugye rossz idő van, otthon van egy elliptikus gépem, meglepő módon a vendégek meglepetésére otthon úgy van kiképezve a házunk, hogy egy mászó kötelet le tudok lógatni, és a feleségem is, én is, most már 2 hónapja rendszeresen mászunk kötelet, hogy valahogy erőnlétbe tartsuk magunkat. És hát tavasszal akkor a kerékpározás jön. És hogy mit is kívánhatunk Gulyás Péternek a két nívus elismerés és a szakmai sikerek kapcsán? Sok tehetséges tanítványt. Én úgy gondolom, hogy az mindig jól jön. Egészséget, jó egészséget, és ahogy érzem magamon, türelmet. A Kocsmáros Kupa az a sajátosan egyedi rendezvény a téli teremtornák sorában Bonyhádon, amikor a városi, illetve környékbeli futball szerető vendégek erre az alkalomra összeállítanak csapatokat, és így módon egymással meccselnek. Ezen a tornán a profik nem igazán rúgnak labdába, a megyei első osztályból is csak 2 játékos szerepeltetése lehetséges. A meglehetősen széles spektrumú bonyhádi téli teremfoci kínálat soron következő rendezvénye a Kocsmáros Kupa volt. Félreértés ne essék, nem a vendéglátósok tornájáról van szó, ők mármint ezt a szakmát űzők, csak a névadók, ha úgy tetszik, szponzorok, és foci szeretetüknek hódolva, kedvenc bonyhádi, illetve környékbeli focistákat felkérve végül is van beleszólásuk a csapatok összeállításába. A vágyaknak azért gátat szab a versenyszerűen futballozókat erősen korlátozó szabály a Bonyhádi Kocsmáros Kupán. Az, hogy valamilyen MB-s osztályban szereplő focista egyáltalán nem léphet pályára, és a megyei első osztályban szereplő is mindössze 2. E vonal alatt korlátlan a lehetőség, és ösztönzi a szabály a kocsmárosokat arra is, hogy a teremben is ügyes ifistákat állítsanak ezúttal a csapatba, és ne az ismert felnőtt játékosokat.
Valóban a mai torna 16. kocsmáros kupa az arról szólt, hogy ugyan a profi játékosok is csökkentett létszámon ugyan de pályára léphettek, de lényeg az volt, hogy az amatőr focistáknak is megadjuk a lehetőséget arra, hogy pályára lépjenek itt a Bonyhádi sportcsarnokban. Kocsmások között is egy rivalizálás alakul ki, hogy az ő csapata jobb helyen végezzen, mint esetleg a konkurensé. 12 csapat nevezett, így délelőtt a selejtező jegyében telt el a 4-3-as csoportba sorolt csapatok között a küzdelem. A csoport elsőket és másodikokat is a délután folyamán újabb 2-4-es csoportba sorolták ezúttal, és az első 2 helyen végzők készülhettek a fináléra, lábukban már legalább 5 2x12 perces meccsel. A bronzmeccset az izményi Robi Bár és a bonyhádi Tito Bár játszotta. A résztvevő csapattagok hovatartozását illetően nevezhetjük a találkozót egy bonyhádi fi izmény vegyesnek is. Abszolút kiegyenlített összecsapás volt végig, a pirosak és a zöldek meccse, és az döntött, hogy a gyors kontrákban a zöldek, a Robi Bár képviseletében futballozó izmények jobbak voltak. Íme a harmadik góljuk. Igaz, a titósoknak is volt még egy durranó patronjuk gólban megtestesülve a vége felé, de az már csak a szépítéshez, a 3-2-es vereséghez volt elég. Az izmények nem kis sikerként értékelték a harmadik helyet. A csapatunk már körülbelül 15 éve mag együtt játszik, ugye nagy része izményi játékosok, és voltak ismerettségeink, ezáltal beszerveztünk több környékbeli játékost, és nagyjából azt tudom mondani, hogy szerintem egy 5-6 éve, 7-8 éve egy állandó keretet tudunk megjelenni a tornákon, ugye szerencsére most kijön mostanában a lépés, és oda tudunk érni a dobogó közelébe mindig, vagyis tovább jutunk nagyjából mindig a csoportból. Nagyjából elértük a céljainkat, szeretnénk volna a döntőbe jutni, de ez a harmadik hely szerintem egy nagyon szép eredmény. A csapat nagy része ugye össze-vissza játszik, máshol nagy pályán nem játszunk együtt, ugye csak egy páran játszunk egy csapatba. De amúgy hát ez egy megfelelő alapozásnak szerintem megfelel, ugye sok futással, ugye. Ez jó, ez a teremtorna. Az idei kocsmáros kupa döntője nem volt annyira nyílt és kétesélyes, mint például a bronzmeccs. A Kakasdiak a Téglás Presszó képviseletében egy, de meg lehet 2 sebességi fokozattal is gyorsabban játszottak, uralták a játékot, és volt köztük egy roppant gólveszélyes focista, akit Sima Józsefnek hívtak. Aki mesterhármast érte el a döntőben, lőtt egyet közelről, egyet kapásból távolról, és a harmadik sem volt. A kedves Presszó Majos, a kedves Presszó, amely egy majosi tartalék csapatnak felelt meg, azért a végére egy szépítő gólt összehozott, így 4-1-es Téglás Presszó győzelemmel zárult a 2019-es kocsmáros kupa. Ezzel gyakorlatilag lezárult a sűrű terempoci idény Bonyhádon, a legközelebbi tornát, a szezonzárót, sorrendben az 5-et, március 15-én rendezik. Az első hazai győzelem megszerzése után közép, illetve élcsapat ellen kikapott a bonyhádi KSF férfi kosárlabda csapata az NB1 B-s bajnokság piros csoportjában, de mindkét mérkőzésen olyan teljesítményt nyújtott Morgan Frigyes együttese, ami különösebb erősítés nélkül is magában hordozza a bentmaradáshoz szükséges további pontok megszerzését a bajnokságban. A Paksról érkező fiatalok ősztől már megmutatkozó fokozatos fejlődése, a jó csapatszellem kialakulása, a játékosok küzdőképességének folyamatos javulása 2 győzelmet is hozott a sokáig reménytelenül sereghajtó Knipl Kft. Bonyhád KSE számára. Így elkerült időközben az utolsó helyről az NB1B piros csoportjában a csapat. Az elmúlt 2 fordulóban a bajnok esélyes Oroszlány ellen hazai környezetben és a 6. budapesti Honvéd otthonában is több mint tisztességesen helytállt a bonyhádi KSE, ami szintén rámutatott, az elkövetkezendő hetekben győzelmi esélye lehet Morgan Frigyes együttesének a középmezőny bármelyik együttes ellen, akár otthon, akár idegenben. Az első félidő gyengébb játéka után, amikor a Honvéd 22 pontos előnyre tett szert, a folytatásban már egy jóval szervezettebb és zártabban védekező bonyhád jött ki a pályára, amely elsősorban a 2 somogyfoki ponterőssége révén, Szabolcs 22 pontig, Péter 19-ig jutott, fokozatosan zárkózott a Honvédhoz. Alakult a center játék is, Tömösvári jóvoltából, aki a meccs végére 11 pontot szorgoskodott össze.
A három fiatal, Pup Bence, Dorogi, Nagy Bence is a hasznos mezőny munkája mellett fontos pontokat szerzett a Honvéd otthonában, akkor, amikor kellett. Meg is nyerte a harmadik negyedet egyértelműen a Bonyhád 25-12-re. Ledolgozhatónak tűnt a hátrány az utolsó negyedre, de ekkor a Honvéd is tudott még újítani, és a 21 pontig jutó Horváth Ákos, valamint Stefán Dávid vezérletével meg tudták tartani a fővárosiak cirka 10 pontos előnyüket a végére is. Budapesti Honvéd, Mipül Kft. Bonyhád 91-80. Ennyi volt már a Bonyhádi Napló, tartsanak velünk legközelebb is, addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!